Húzat van ott bent. Északi szárny. Szóval, csak ugratott, asszonyom? Miért is ne, uram? Lássa be, gróf úr, rászolgált egy kicsit. És te miért nem jöttél elő, mikor szólítottalak, te szuka? Zártába vonulok az orsolyákhoz! Nagyon is itt az ideje, perátó! Rozina! Én már nem az a Rozina vagyok, akit egykor üldözött a szerelmével. Én a szegény almaviva grófnő vagyok. Az elhagyott, szomorú feleség. Asszonyom! Akit már nem szeret. Könyörülj, jön rajtam. Maga sem volt könyörületes. Hát ez a levél vérbe borult tőle az agyam. Hát a beleegyezésem nélkül írták. Szóval maga tudott róla? Hát Figaro adta... Figaro! Figaro is benne van? Figaro adta Basiliónak. Nekem az a disznó azt mondta, hogy egy parasztól kaptam. Ha valaha is hajlandó lennék megbocsátani, ragaszkodnék ahhoz is, hogy mindenki kapjon kegyelmet. Úgy legyen, tiszta szívemből. Szóval megbocsát! Mondtam volna ilyet, Suzanne? Én nem hallottam, asszonyom. Mondja már ki végre! Talán megérdemli maga, szívtelen. Igen, mert megbántam. Feltételezni, hogy egy férfi van a kegyelmes asszony öltözőfülkében. Kételkedni a szavában, mikor azt mondja, a komornája van ott. Hogy én milyen gyönge vagyok, Suzanne. Milyen rossz példát mutatok neked. Hát ki hisz ezek után a nők jogos dühében? Nem számít, asszonyom, úgyis mindig ez a vége. Azt mondják, a kegyelmes asszony rosszul van. De örömmel látom, hogy nem igaz. Micsoda figyelmesség. Kérem, én csak a dolgomat végzem. Kegyelmes úr, engedje már végre, hogy oda vezetessem a kedvesemet az oltár elé. És a grófnőre addig kivigyáz a kastélyban, mi? Vigyázni rá? Hát nem beteg. Valóban? Na és az az ismeretlen férfi, aki közelébe akar férkőzni? Milyen ismeretlen férfi? Hát az, akiről abban a levélben van szó, amit a Basiliónak adta. Ki mondja ezt? A pofádra van írva, te macsok, hogy hazudsz! Én? Hagyjad, Figaro, már mindent elmondtunk. Milyen mindent? Hát, hogy te írtad azt a bizonyos levelet a gróf úrnak, hogy elhitesd vele, hogy egy fiú van az kegyelmes asszony öltöző fülkébe, holott én voltam oda be. Figaro, vége a tréfának. Vége a tréfának? Igen, vége a tréfának. Sajnálom, hogy lemaradtam róla. Gróf úr, menjünk! Ezek ketten már alig várják, hogy egybe keljenek. Nyissuk meg az ünnepséget. Monsenyér! Monsenyér! Mi van, Antonia? Monsenyér! Monsenyér! Mi van? Tessék már végre rácsot tenni itt erre az ablakra! Folyton kidobálnak minden. Az előbb egy egész férfit dobtak. Innen? Na igen, most tessék megnézni, hogyan intézték a tökeimet. Egyelmes úr, nem szomjasett már kora reggel óta. Gigantikus tévedés. Ez még a tegnapi. Na és az a férfi? Az hol van? Hát hol van? Igen, azt kérdezem, hogy hol van? Hát hol van? Ha én is azt szeretném tudni, hát tessék már nekem előteremteni. Csodálatos cselédje vagyok a kegyelmes úrnak. Tiszta egyedül gondozom az egész kertet. Aztán lehull egy férfi, lőttek a karrieremnek. Ajja! Folyton is szól. Kikészülnék, ha nem innék. Az emberfia szomjúság nélkül is iszik, és az év mindennapján párosodik. Ez különbözteti meg az állattól. Válaszolj már, vagy elcsaplak. Szóval azt mondod, hogy egy férfit dobtak ki ezen az ablakon? Igen, excellenciás uram! Egy perce sincs egy olyan piros izébe! De úgy elfutott, mint a nyúl! És utána? Ha utána! Futottam volna! De úgy belevertem a kezemet a kerítésbe, hogy azóta azt sem tudom, ki vagyok! De azért megismernéd azt a férfit, nem? Na, hogy! Ha láttam volna az arcát! Kegyelmes úr, kár tovább keresgélni, hát én ugrottam ki. Jól megcombosodtál azóta. Én valahogy olyan vékonyabbnak, olyan gírnyászabbnak láttalak. Az ember sokat ugrál, akkor megcombosodik.
Én mégiscsak azt mondom, hamá, hogy inkább az a vékony kis nyápisz kis apród volt, hamá, olyan piros izébe. Kerubint akarod mondani? Persze, direkt azért vágtatott vissza a lován. Már rég úton már Rio de Cachaheróba. Én se lovat, se kacsát nem látom, azt is megmondaná. Megüt a kuta, hagyvérzést kapok! Kegyelmes úr, kegyelmes úr. A hölgyek szobájában tartózkodtam, és ilyen piros izére vetkőztem a nagy melegben. Szüzánnácskámra vártam, amikor egyszer csak meghallom a kegyelmes úr hangját. Akkor a lármák csapott, én úgy megijedtem, és be kell vallanom ezt a botorságot. Én úgy, ahogy voltam, egyenesen kiugrottam ide az ágyásokra. Még ki is visszamítottam a jobb lábam egy kicsit. Hát, ha tényleg te voltál, akkor illik visszaadnom azt a fecnyi papírost, amit hullás közben ejtettél ki magadból. Csak ide! No, gondolom ilyettedben nem felejtetted el, hogy mi áll ebben az iratban. Nem, csak hát annyi mindennel kell foglalkoznom. Ez például Marcellina levele, 4 teljes oldal, nagyon jól sikerült levél, olvasok belül? Vagy itt van például ez a... Ez a kegyelmes úrnak a hajhullás elleni receptje, ahogy nézelem szarcseit, nem is tudom minek tartozok. A bútorok leltára itt hátul volt. Ez a tiszti kinevezés. Na, te nagy okos, nem találod ki? A kegyelmes úr azt kérdezi, hogy nem találod-e ki? Jó van, ne buzogjál. Hát ez a tiszti kinevezés. Annak a szerencsétlen nyápisznak a tiszti kinevezése ideadta nekem, és én elfelejtettem neki visszaadni. Most mit csinál enélkül Rio de Cachaheróba? És ő miért adta oda neked? Hát azt mondta, hogy hiányzik róla még valami. Erről nem hiányzik semmi. Mondta, hogy egy kis semmiség, de hogy itt ez a szokás. Szokás, szokás! Mit szokás? Hát rá kell tenni a kegyelmes úrnak a pecsétjét. És tudja! Kegyelmes úr, nem rendeli el végre az esküvőmet? Kegyelmes uram! Marcellina. Ezt takarítsd el innen. Marha! Antonia, később menjünk haza. Írjad a többi!